Sziasztok, itt van egy újabb filmbarátok express Néztem egy netflix dokumentumfilm sorozatot aminek az a címe, hogy The Toys That Made Us ami kb. jelent, hogy a játékok, amik hatással voltak ránk, vagy, vagy talán így lehet a legjobban leforítani Én az első évadot láttam, ebből már van egy második évad is Az első évad négy darab epizódból áll, ezek olyan 45 percesek kb. És minden egyes rész, ez egy ilyen kis különálló kis dokumentumfilm, egy játékról, illetve annak hatásáról, hogy hogyan befolyásolta a gyerekek életét, és nagyon emblematikus játékokról van itt szó. Az első rész az rögtön Star Wars játékokkal kezdődik, a második az a Barbie babás, a harmadik az a he sorozat, illetve a negyedik az a GI Joe. No én ezeket a részeket láttam, és az ember azt hinné, hogy, ó, uh, hát ebből talán a Star Wars az érdekes. Nem. Még a Barbie babás is kifejezetten érdekes volt. Egy, hogy mitől különleges ez az egész sorozat, az igazából nagyon jó stílusa van, rendkívül jól van vágva. Ilyen narálás van közben, de ilyen nagyon kis pimasz, kis, kis jól megírt szövegek vannak a narálás során. És nem mondanám azt, hogy ezek ilyen bevásárolt promóciós epizódok, mert néha a játékok árnyoldaláról is beszélnek, illetve ha egy kitalálója az nem teljesen úgy viselkedett, ahogy kellett volna, akkor azt is bemutatják. Szóval tényleg egy, egy nagyon kis kompakt bemutatót mutat egy játékról, hogy hogyan keletkezett és hogyan gondolunk még ma erről, erről a játékról, illetve még ma is kapni egyáltalán. Itt most minden egyes epizódra egy nagyon kis dolgot elmondok, ilyen kis szösszenet, például a Star Wars-osnál bemutatják, hogy hogyan került -e ez az egész franchise a játékoknál egy ilyen nagyon kis céghez, mert igazából senki nem akart élni ezzel. Kezdve a Hasbro, Mattel, meg ilyenek, úgyhogy egy ilyen nagyon kis céghez került, akinek ez túl nagy feladat is volt, emiatt volt az a az a hírhet botrány karácsonykor, hogy nem készültek el a játékokkal karácsonyra, és aztán egy ilyen üres papírlapot lehetett venni, hogy ezzel majd megkapod az elsők között. Azt hiszem, ezt talán sokan is ismerik, illetve, hogy készíteni akartak egy ilyen boba fettes figurát, amit aztán nagyon behájpoltak, hogy ilyen, ilyen kilövője is van, de sosem jelent meg, mert időközben volt egy hasonló játékkal egy ilyen baleset egy gyerekkel, és utána azt mondták, hogy na jó, ezt nem koszkáztatjuk meg, és ezeknek a Boba Fett figuráknak már csak a replikáik is ilyen, ilyen őrületes összegekbe kerülnek a mai napig. Úgyhogy ilyeneket láthatunk. A is. epizód az elég sok újdonságot mutatott. Nyilván én nem Barbistam soha, de például nem tudtam, hogy a Barbie igazából az egy német bulvárlapnak az ilyen férfiakat kiszolgáló kis fruska figurájáról lett lemintázva. Nem is volt az USA-ban ilyen fajta játék még, de a németeknél volt, és aztán valamelyik nő a játékgyárból látta ezt egyszer, Németországban is hazavitte egyet, és az alapján mintázták a barbie -t. Tehát egy ilyen félimeddig, hát nem tudom lehet-e ribancnak nevezni, de abból lett mintázva a Barbie. És az elején még Melbimbója is volt, ami óriási botrány volt. Ö, illetve hát a Barbie kitalálója az az ilyen félőrült lett, tehát az nem igazán tudta ezt a sikert feldolgozni, egy kicsit kisiklott az élete. A Hímen epizód, ez a harmadik, ez ö, érdekes volt, mert itt először volt először volt meg a figura, és utána volt meg bármi más hozzá, és Ezután csináltak meg a képregényt, meg, meg a rajzfilmet, meg ilyesmi. És tök érdekes látni, hogy hogyan alakult ki ez az egész Hímen franchise, hogy például a Conan a barbárból mintázták az egészet, meg hogy úgy gondolták a cégnél, hogy hímennek hogy még kell valami jármű, de már semmire nem volt büdzsö, és akkor a játékcég valami szafaris készletéből egyszer fogták az oroszlánt és befestették, és boom! Battle Cat. Tehát ilyesmiket lehetett látni, vagy volt egy ilyen nagyon büdös figura, akihez ilyen bűzpatronokat lehetett vásárolni, és, és hát annyira bűzlött az egész, hogy ott a játékgyárban sorozatosan rosszul lettek, meg ilyenek. Úgyhogy ilyen kis érdekes anekdótákat lehet, lehet megtudni, illetve hát a G.I. Joe-s az az egy tök érdekes dolog, mert én végig azt hittem, hogy, hogy ez ilyen kis figurákkal indult, de rohadtul nem, tehát ilyen 30 centis babákkal indult először, illetve hogyan volt hatással a G.I. Joe erre az egész vietnámi háborús korszakra, hogy ott egész egyszerűen olyan másfajta hozálással hozálása volt az embereknek, hogy egyszerűen bolykottálták ezeket a termékeket, meg ilyesmik, és igen, hát megtudjuk, hogy például hogy, hogy profitált a G.I. Joe kitalálója, hogy ilyet a legrosszabb döntését hozta, hogy elfogadott egyszer százezer dollárt, és utána semmi joga nem volt, mert felajánlottak neki egy százalékos részesedést is, de azzal nem élt, és hát óriási összegekről maradt így le. Meg Például amit szintén nem tudtam, hogy úgy dobták ki ezeket a későbbi kis G.I. Joe figurákat, amiket a legtöbben ismerünk, hogy például nem voltak rossz fiúk. Tehát a kobrák azok így később lettek kitalálva, és aztán a Marvel-nél kellett ilyen képregényeket csinálni a G.I. Joe-ból, és utána ott dobta fel az egyik grafikus, hogy oké, én csinálok képregényt, de ki ellen küzdenek ezek egyáltalán. És akkor találták ki, hogy ö, legyenek a kobrák, ja, meg ilyenek. Szóval tényleg érdekes, érdekes epizódok ezek. Van egy második évad is, ahol már ilyen játékok vannak, mint a, a Star Trek, meg a Tini ninja meg ilyesmik. Úgyhogy nagyon jó kis Netflixes ötlet volt szerintem egy ilyen banális témáról, mint a játékokról egy ilyen kis minisorozatot csinálni, de tényleg ajánlom, érdekes. Akit érdekel, annak mindenképpen. Sziasztok!